dolgozik. És hogy miért levezetés nekik, hiszen túl vannak egy maratoni forgatáson, a sikersorozat harmadik évadának forgatásán, ami egy 75-78 napos forgatás volt. Ma lesz a díszbemutató ma este, és ezért külön köszönöm, hogy ebben a súfolytakjukban is elfogadtátok a meghívást, és belőttetitek a napot. Remélem, hogy ennyire sikeres lesz a napnak a vége is. Azt már sokan tudjuk, hogy Eszter fut, hiszen Vélesi eseményeken is boldogan álltak rajthoz. Azt szeretném Esztertől megkérdezni, és adunk is egy mikrofont, hogy melyik volt korábban? Azért futottam, hogy kondiban legyél, és hogy legyen állóképessége, és így szeretted meg a futást, vagy már szeretted a futást eleve? Nem szerettem a futást nagyon sokáig. Itt a válaszra a kérdésen az az első igaz, tehát én azért kezdtem el fogni, mert az állóképességi jelentésre a kondíciómat próbáltam megtartani, és ezt én futásnak sem nevezném az első 15 évben, amit csináltam, ez egy ilyen nagyon kényelmesen túl kocogás volt. Tehát magával a futással, abban picit gyorsabban is lehet haladni, mint ahogy szoktam, azzal tulajdonképpen az első maraton alkalmával is nekedtem meg, az két évvel ezelőtt volt, amikor csak egy 10 kilométeres távot vállaltam, de akkor éppen a verseny, futóversenynek, mint olyannak a hangulatát, meg a dopingoló erejét, és akkor kezdtem el ezzel így komolyabban foglalkozni, hogyha lehet így fogalmazni, és azt mondtam már egy fél maratonban mögöttem, és azt hiszem, hogy meg is áll fogálni. Ezt azért sosem szabad kijelenteni, mert amikor a harmadik, negyedik fél maraton megvan, akkor jön a gondolat, hogy hát azért jó lenne, maraton is, mert mégiscsak az a csúcs. Hát erről az iszonyéba hívésul egy picit egy pár évet menni, és akkor lelkezni elgondolkodni. Jó, pár év múlva a következő sajtótájékoztatom, ezt majd meglátjuk. Szabolcs, azt tudjuk, hogy gyerekkorod óta sportolsz, viszont a futás az csak egy pár év óta jött az életedben, életedben. Miért pont a futás? Hát olyan sportot hívtam korábban, ami a futással alapvető része volt a futball, tehát ez azért minden nap is dolog volt, hogy erdőben nagyon sokat jártunk terepre futni, szóval én igazából a természetben az élő futást szerettem, nem az áthelyen, és valahogy akkor, hogy annyira felszabadultnak a hormonok, és annyira, hogy elkezdtem örökni, hogy a legjobb hormonok, amikor eszembe a futok is. De majd nem így van. Nagyon szeretem, és hát nyilvánvaló, hogyha amit említette, hogy milyen hosszú forgatásnál azért nem biztos, hogy rossz, hogyha válaszokkösége jó az embernek. Ezt talán most még mindig az gondolom, hogy a futással lehet a legjobban elérni. És hát én nem mennék bevállni, és egy teljes maraton, de egy ilyen jó négyes csapattal azért szívesen belevágok egy ilyen jó ügyi érdekében. Köszönöm szépen. Marosi Gábor, ő többszörös maratonista. És a forgatás alatt átélt azokat a holdpontokat, amit mi futunk, a nagy hús, hogy mikor jön az a holdpont. Azt szeretném megkérdezni, hogy ilyenkor ez mi segít átlendülni? Mi az, ami segít átlendülni? A futás, vagy az állóképesség, vagy egy pszichés erő? Hát én is állóképesség előadásokat kezdtem el alkotni, én 8 szokatásokat mondtam. Már egy hosszú napokat is meg azt, hogy sok napon egy másik elmetet, hogy az, hogy az emberi lehetett, hogy mindig egy fogatás, és az a